36 milliárd forintnyi előleg kifizetés történt ezidáig a terület- és településfejlesztési operatív programban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Erről Lipők Sándor megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos tájékoztatta szerkesztőségünket. A 89,3 milliárdos keretösszeg 40%-a már ott van a kedvezményezett önkormányzatoknál, így a beruházások hamarosan elkezdődhetnek. A terület- és településfejlesztési operatív programban az egészségügyi intézményekre és a szociális alapellátás fejlesztésére kiírt pályázatokat teljes mértékben már elbírálták. Az önkormányzatoknál ugyebár az egészségügyi alapellátás van, itt a házi orvosi rendelők, védőnői szolgálatoknak a kérdés elsősorban is, még néhány kisebb kiegészítés van itt az egészségügyi alapszolgáltatások tekintetében, amelyre pályázhattak. Ennek az infrastruktúrának új infrastruktúra, meglévőknek az átalakítása, átépítése, javítása és technikai berendezések beszerzése volt a fő témakör. Szociális alapszolgáltatásban szintén ugyanezt mondhatnám, tehát akár új szociális alapszolgáltatás indítása, hogy nem voltak meg az infrastruktúrális feltételek, ugyebár a bentlakásos intézményekről beszélünk. Itt el kell különíteni a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetésnek a kérdését, amely a két fő területe ennek a területnek, és természetesen a nappali ellátás az is egy fontos területe. Ez a három alapszolgáltatási kötelezettség van, amelyet törvény elejénél fogva az önkormányzatok ruháztak, és ebben van ellátási kötelezettségünk. A programnak megyénkben öt nagy fejlesztési területe van, ebben a barnamezős beruházások támogatása, a foglalkoztatáshoz kötött gazdaságfejlesztést célzó pályázati lehetőségek is szerepelnek. Ipari infrastruktúra fejlesztésre, munkahelyteremtésre nyílik lehetőség egy-egy önkormányzat keretei között, akik a gazdasági élénkítésbe be tudnak szállni, ott kiegészítő forrásként vehetők elé az infrastruktúrák, ezek a vonalas infrastruktúrák, itt akár a szennyvíz, akár a víz kérdéséről, akár az úthálózat, akár a belvízrendezés, akár bármilyen más infrastruktúra, mondjuk lehet ez az internet, akár az optikai hálózat kiépítése is többek között. Ez a telek határig tud ebben az ipari infrastruktúra fejlesztésben gondolkodni az alatt önkormányzat, aki munkalehetőséget és ipari területet, inkubátorházat szeretne fejleszteni a jövőt illetően. Ezeknek a második köre is lezárult már az elmúlt hetekben. Beadásra kerültek ezek a pályázatok, ezeknek a bírálata folyamatban van, immár a második ütemé többek között, hogyha erről beszélünk. A kerékpárút hálózat bővítésére kiírt pályázatokon aktívak voltak a települési önkormányzatok. Az uniós támogatásból csak a második körben 21,9 milliárd forint jut a fenntartható közlekedés feltételeinek javítására. Kritériumokhoz volt az kötve, hogy milyen jellegű vagy milyen utak mentén lehet fejleszteni a kerékpárutat. Ehhez egy komoly elemzést és az országos értékelési rendszerben, közút hálózatnak van egy értékelési rendszere, az utak forgalmát illetően, és az utak forgalmához kötötte azt, hogy mely utak mentén lehet a kerékpárhálózatot fejleszteni. Ez érintett belterületi utakat is természetesen, és külterületi utakat, vagy két települést összekötő útszakaszt is. Ebben nagyon aktív volt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ebben már a nyár folyamán, a nyár elején kihirdetésre kerültek a nyertes projektek. Én azt tudom, hogy a túlnyomó többségében itt a szerződéskötések is megtörténtek, és a források több mint 50%-ában kerékpárutakat illetően a előleg lehívások is megtörténtek, tehát azt jelenti, hogy a pályázóknál van a forrás, és egyeztettem néhány önkormányzattal épp a hétvégén, valakik már a beruházást is, a kivitelezési munkálatokat is megkezdték, hiszen nagyon szűkös az idő, mert vannak a téli időszaknak olyan intervallumai, amikor bizonyos olyan területeken folynak a fejlesztések, ahol nem lehet beavatkozást végezni, például november 15-e után, vagy március 15-ével lehet már megkezdeni ezeket a fejlesztéseket. Az Európai Uniós pályázati források tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezik a második legnagyobb felhasználható összeg, összesen mintegy 89,3 milliárd forint. Itt a javasolt támogatási összegek tekintetében 58,8 milliárd forint támogatási forrás már megítélésre került. Ez a rendelkezésre álló forráskeretnek a kétharmada, tehát azt jelenti, hogy ezek a források már biztosan elkeltek,
és szerződéskötések az összes forráskerethez viszonyítottan 51%-ban, azaz ilyen több mint a felében már a szerződések és megkötésre kerültek. Ezek a számok minden nap változnak, hiszen újabb nyertesek kerülnek kihirdetésre, és újabb támogatási szerződések kerülnek megkötésre, és előleg kifizetések is történtek, és szintén a keretösszeghez viszonyítottan ez azt jelenti, hogy 36 milliárd forint értékben, tehát azt jelenti, hogy a keretösszeg 40%-ában már Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kifizetés is megtörtént. Ez nagyon fontos az önkormányzataink számára, hiszen azt jelenti, hogy a forrás ott van, úgy kell megkezdeni a projekt végrehajtását, hogy minden jellegű finanszírozáshoz a pénzforrás rendelkezésre áll. Tehát amikor elkezdik a közbeszerzési eljárást, amikor elkezdik a kivitelezővel megkötni a szerződést, az azt jelenti, hogy a forrás ott van a számlán, amint a kivitelező olyan stádiumban él, vagy él az előleg lehívásnak a lehetőségével, maga a kivitelező is egyből forráshoz tud jutni. Ilyen jellegű és hasonló fejlesztések soha nem voltak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, országos szinten sem, hogy előre a források rendelkezésre állnak. Ez egy iszonyú nagy segítség, hiszen maguk forráshiányosok az önkormányzatok, nehéz anyagi körülmények között vannak. Azért is 100%-ban támogatottak ezek a projektek, mert az önkormányzatok, ha saját forrásigény volna, amelyet hozzá kellene tenni, nem tudnák hozzátenni, illetve hát ezeken a forrásokon keresztül azok a vállalkozók, akik elviszik ezeket a projekteket és megkezdik a kivitelezést, már előlekhez tudnak jutni, és ilyen könnyebbséggel tudják a kivitelezést megkezdeni. Ez egy nagyon-nagyon fontos tény és körülmény, amiről kellett, hogy említést tegyünk.